Tavaly írt ki először ötletpályázatot a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, akkor 58 projektötlet érkezett, amik közül a bírálóbizottság tagjai végül 13-at találtak megvalósításra alkalmasnak. A nyertesek között volt börtön, ahol rabok érzékenyítését vállalták. Gyerekeknek ismert emberek bevonásával bűnmegelőzési programot indító egyesület és média szolgáltató is, ami szintén gyerekeknek indított bűnmegelőzési rovatot egy internetes hírportálon. Pályázni idén is lehet, elsősorban egy település biztonságát javító ötlettel, valamint ifjúságvédelemmel vagy áldozatsegítéssel kapcsolatos elképzelésekkel. Erről beszélt a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács főreferense a Tolna megyei Bűnmegelőzési Tanács 25. ülésén. Ha egy akár egyesületnek, akár költségvetési szervnek van egy olyan célkitűzése, hogy egy adott területen szeretné a biztonságot javítani, és erre van egy innovatív és aránylag fenntartható elképzelése, akkor természetesen pályázat útján erre finanszírozást kaphat. A pályázatok benyújtása idén már jóval egyszerűbb lesz, mint a korábbi években. Nem kell ugyanis már az elején egy teljesen kidolgozott részletes költségvetési tervet is tartalmazó pályázati anyagot összeállítani. Ez azért volt sokkal könnyebb, mert nem egy kész kidolgozott forintra, fillérre meghatározott, percre pontosan leírt pályázatról volt szó, hanem egy ötletet kellett hozzánk elhozni és benyújtani, amit szakemberek meghallgattak, és így lehetett ezzel tovább jutni ezen a rostán. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács ötletpályázatán idén összesen 130 millió forintot nyerhetnek a legjobb pályázók.